Magyarországon, így Budapesten is válság van, megélhetési válság. Egyáltalán nem mellékesen a jelenlegi kormánynak a működésétől. Csak pár dolgot mondjak, a Budapest kertvárosaiban, zárt kertjeiben 40-50 ezer ember élt, nincs villany, meg gáz. Egyébként elképesztően drágák az albérletek, a lakhatás, a lakásvásárlás. Bécsi áraink vannak, de a fizetéseink sehol sincsenek. Tehát lenne miért küzdeni, mondjuk egy 1000 eurós minimálbérért. Ehhez képest Budapesten egy október 23-án a főpolgármester úr azzal állt, az volt a mondandójának a fő mondandója, hogy akkor ő mögé álljanak be az ellenzéki pártok, mert akkor ő újra a főpolgármester lesz. Hát én szerintem ez nagyon káros és méltatlan egyébként az országhoz is, a fővároshoz, a nemzeti ünnephez is.